close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Sziasztok! Ma egy jó kis ütős, 12 gyakorlatos köredzést állítottam össze nektek. Mivel ez ilyen hosszadalmas, ezért azt kell mondanom, hogy lehet, hogy elég lesz ebből a két vagy három kör. Ha nagyon meg akarod magad dögönyözni, akkor lehet, hogy négy kör, de én azt mondom, hogy így a két-három körre, vagy három kör az, amit a középhaladóknak javaslok, kettőt azoknak, akik esetleg még kicsit gyengébb a kondíciójuk. A négy kör az már a profibb szint, és itt is azt javaslom, hogy azért a bizonyos körök után egy-két percet pihenjetek, nyújtsatok, kicsit regenerálódjatok. Jó meg lesz dolgoztatva a vállatok, és úgy alapjában véve az egész testetek, úgyhogy lássuk a feladatokat. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And I...
Na, úgy érzem, hogy ez egy kellemes kis átmozgató edzés volt. Ahogy ezt az elején említettem, azért három kör fölött tényleg csak azok csináljanak, akik úgy érzik, hogy még belefér egy plusz kör. Másrészt érezni fogjátok a végén, hogy kellemesen megdolgoztatta a vállatokat, hasatokat, még a lábatokat, feneketeket is. Érdemes figyelni a feladatoknál, amit jeleztem, hogy a láb hogy áll, hogy a sarok a levegőbe, hogy a térd hogy hajlik. Azért, hogy hatékonyabbak legyenek a feladatok, és érezd, hogy ott feszül, ahol feszülnie kell. Ugyanis ez egy elsősorban vállizmokat, de általánosan mindent megmozgató edzés volt a mai. Remélem, jól esik, bízom benne, hogy csináljátok is, és nagyon fontos, hogy vigyázzatok magatokra, további szép hetet, hamarosan a húsvét!